Nagyicsa, legközelebb meg be! Papírra nyomtatottam erre! Egyetemi tanári fizetésekre gyűjtünk! A krétára kéne, kérem oda köszönöm. Pár forintot a Debreceni Egyetemnek. Elte jogtudományi karnak egy pár forintot! A minőségi oktatásra gyűjtünk! Reálértékben 2005 óta 50%-kal esett a felsőoktatásoknak a támogatása. Ha minőségi felsőoktatást szeretnénk, és azt gondolom, hogy az országnak ez az egyetlen kiugrási lehetősége, akkor ennél több pénzt kell a felsőoktatásba adni, és azt gondolom, hogy ez nem kidobott pénz, ez mindenképpen érdemes, ez egy befektetés, és meg fogja hozni az árát. Tanulunk, dolgozunk, de mellett még küzdünk azért, hogy valódi minőségi felsőoktatás legyen, mert most 47 milliárddal költenek kevesebbet felsőoktatásra. A Corvinuson az oktatók egy harmadát el kell bocsájtani. Egy gondos borra dobítom egy kis aprót, hát! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük! Egyébként tényleg átküldjük a rektori konferenciának. Melyik tanszor? Applied Linguistics. Támogassák az egyetemeket, támogassák minket, támogassák a minőségi felsőoktatást. Tudnak képzésre, tanítóképzésre, kertésképzésre. Köszönöm szépen, köszönöm. A Balog osztja a pénzt. Nem osztja a pénzt. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem az kap. Osztják a pénzt. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Ez a mikroökonomia előadás egy percét fedezi. Ez nekem már megérte. 3000 forint körüli összeg van, ezt el fogjuk juttatni az egyetemeknek. Kaptunk még külföldről is támogatást másfél euró mennyiségében. Kelljen kimenni, nem akarunk kimenni, azért küzdünk, hogy élhető országban éljünk.